A Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, Krausz Jánosnéval egy korábbi adásunkban beszélgettünk a Hagyományőrző Egyesület 25 éves történetéről. Most Kuti Imréné, az Egyesület új elnöke mesél jó gyakorlatokról és a jövőbeni tervekről. Itt a hagyományokat próbáljuk átörökíteni, a tutyi kötéstől, nálunk ezt kapcának mondják, de zokni kötésig, a Berliner kendő kötésig, a zsinórhorgolásig, a zsinórhorgolást azt nem olyan régen fedeztük föl, hogy a györkönyi viseleteken, a mennyasszonyi viseleteken mindenhol volt zsinórhorgolásból díszítés. Reformáció 500 éves évfordulójára volt a Népművészeti Egyesületnek, az országosnak egy pályázata, és mi arra készítettünk a nyugdíjasok, vagy a kézimunkaklubosokkal egy oltárterítőt, és annyira szép lett, tényleg nagyon szép szerintem, nem azért, mert elfogult vagyok, de hogy a Történelmi Múzeumban fönt a várba is kiállításra került, úgyhogy ezt azóta is használjuk az evangélikus templomban. Mi azt is megcsináltuk a kézimunkaklubbal, hogy elmentünk egymáshoz, úgy, mint régen a fonókba volt. Előszedtük a régi fonók hangulatát, és akkor akihez mentünk, ott mindig készült valami. Kórusunk szervezi minden évben a mikrotérségi kórus találkozót. Erről a múlt évben készült kórus találkozóról készült egy DVD is, ami a 8. mikrokórus találkozónak a csoportjainak az előadását tartalmazza. Nagyon fontos ez a kórus találkozó is, mert én mindig sajnáltam azt, hogy a kórus nagyon sokat készül egy rendezvényre. A szabadtéren elkezdenek énekelni, és az emberek nem hallgatják őket, hanem mennek. Tehát beszélgetnek, és szegények ott csak énekeltek, és tényleg hatalmas nagy munka van egy ilyen előadássorozatban bent, és akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen egy nap, ami az ő ünnepük, és ez a mikrotérségi kórus találkozó, ahonnan a környékből 8 kórus érkezik, előadják a darabjaikat, és utána itt egy közös beszélgetés, egy vacsora elfogyasztásával eltöltik jó pár vasárnap délután. 1998-ban létrehozták a Teleházat, ami akkor óriási dolog volt. Kaptak 3 számítógépet és volt internet, ezzel kinyílt a világ. Sok sikeres tanfolyamot tudtak indítani. A technika adta lehetőségeket kihasználva pedig színvonalas kiadványokat jelentettek meg. Ez a szakácskönyv a 3., tehát 3 nyomás már vég, most készül a 4. majd tervünkben, de nem, egy kicsit megújítjuk, ugye a dizájnt is kell egy kicsit a mai korhoz igazítani, ezért úgy terveztük, hogyha sikerül támogatást szereznünk, akkor nem egy ilyen egyszerű fekete-fehér, hanem fényképekkel illusztrált receptes könyvet szeretnénk a 4. kiadásnak megvalósítani. Akkor elkészült a györkönyi viseletek, ami a hétköznapi és az ünnepi viseleteket lehet megnézni. Legsikeresebb programjuk az Így éltünk mi Györkönyben volt, amelynek keretében 15 héten keresztül 15 rendezvény zajlott. Nagyon nagy projekt volt, de szerintem fantasztikus volt. Első alkalommal 40-en voltunk, és attól kezdve így fölment 70-80 között volt mindig a résztvevőknek a létszáma. Akkor, ha például volt a kitelepítés, János bácsi mesélte a kitelepítés borzalmairól, akkor gyertyát mártogattunk, sült krumplit ettünk. Tehát így egy kicsit, hogy mindenki érezze, és a végén volt egy vetélkedő a 15 alkalomból, és a zsűri értékelte, hogy mennyire maradt meg, ami elhangzott. Természetesen további terveik is vannak. Pályázati támogatásból újabb kiadványt szeretnének megjelentetni. Szeretnénk összegyűjteni a Györkönybe még felelhető régi györkönyi nótákat, sváb nótákat, és vasárnap délután kezdjük. Akik még ilyen idősebb emberek és tudják ezeket a nótákat, őket hívtuk össze egy csokorba. Megbeszéltük, hogy fölvesszük. Az egyik egyesületi elnökségből a Bog Zsuska vállalta, hogy ő leírja, ő tud fonetikusan írni a sváb nyelvet, és a kórusvezetőnk megígérte, hogy segít abba, hogy lekottázni, úgyhogy így szeretnénk majd egy kiadványt kiadni, de hát még azért sok munka van vissza.
tudom.